Immáron 2017-ben a második országos Zumba partinkra készülünk, aminek a címe most Bye Bye Winter Zumba Party. Mi az a zumba? A zumba Kolumbiából ered, de majd lesznek képviselői, akik ezt nálam sokkal autentikusabb forrásból el tudják mondani, hiszen ők oktatói is ennek a mozgásformának. Egyébként Beto Perez találta ki, és ötvözi a latin táncokat és az aerobik mozdulatokat. A zumba ugye egy latinos fitnesszág, fitness irányzat, és az egyszerűsége miatt ugye az egész világon szinte mindenki táncolhatja. Illetve már nem csak latinos, hanem a világ összes néptáncának az összesített neve a zumba. Tehát az indiai bangrától, belly dance-től kezdve a kolumbiai kumbiáig, igen, a reggaeton, salsa, merengue, bachata. Tehát tényleg a világ összes tánca szinte beletartozik, és emiatt is lett olyan népszerű, és emiatt is táncolják a világon több mint 20 millió ember ezt a zumbát. Van 4 alapstílusa, ugye a merenge, a kumbia, a salsa meg a reggaeton. Amikor az ember elvégzi ezt a képzést, az instruktori képzést, ugye akkor ezt a 4 alapot tanulja meg, és a további képzések alapján meg elsajátíthatják a többi tánc alapjait is. Ezeket az alapokat kell használni, amikor koreográfiákat készítünk, persze ugye a sajátosságot is bele lehet tenni, tehát a saját elemeket, illetve lehet kombinálni például a szalszát, meg a reggaetont, akkor lesz a szalszaton, és akkor ilyen koreográfiákat lehet kitalálni. Tehát nem kell konkrétan csak az a 4 alaphoz hűnek lenni, hanem mást is bele lehet vetni, de a 4 alapot megtanuljuk. Hányan fognak majd izzadni? Elővételben már körülbelül egy olyan 100 fő jelezte nálunk, és vásárolta meg a jegyet, hogy itt lesz. Úgyhogy hát én remélem egy olyan 120-130-ra föl fog tornázódni ez a szám, ez a létszám. Én 14 éves korom óta versenytáncolok, tehát versenyszerűen társas táncolok, és a latin zene az mindig is része volt az életemnek, és egyszer csak hallottam, hogy van egy ilyen új fitness irányzat Magyarországon, és elmentem egy fitness vagy egy zumba órára, és mondtam, hogy hát én ezt akarom csinálni. Elmentem egy oktatóképzésre, és akkor így lettem hivatalos zumba oktató, és ugye hál' Istennek azóta az én tagsággal is rendelkezem, úgyhogy hivatalosan oktathatom magát a zumbát. Én ugye versenytáncos voltam, és a táncedzések után a táncedzőm tartott zumba órákat, és teljesen bevonzottak ezek a latinos zenék, és hát azt vettem észre, hogy egy idő után már rendszeresen járok az órákra, és én is oktató lettem, mert úgy gondoltam, hogy hát nekem is ezt kell csinálnom, mert tényleg ez visszatükrözi azt az életet, amit én szeretnék élni. Tehát ezt a latinos, pörgős, temperamentumos életet, és teljesen megtaláltam magam a zumbába. Jó
kis vérpesdítő, két óra hosszás, izzasztó mozgásformának nézünk elébe. Szünet lesz közben? Nagyon pici szünetek lesznek. Igazándiból, akik nagyon fanatikusak, azok 8 órát is végigbírnak. Mondjuk egy érdi találkozón, ott 8 óra hosszán keresztül tornázunk és zumbázunk. Úgyhogy ez a két óra az igazi nagy fanatikusoknak meg se fog potyanni. Hogy valaki zumbát oktassa? Hát elsősorban a magyarországi törvények szerint kellene egy sportedzői, vagy egy táncpedagógus diploma. És akkor ugye nekem a Magyar Táncművészeti Főiskolán szereztem táncművészeti diplomát, tehát táncpedagógus is vagyok, és akkor mellette a Zumba Fitness honlapján kell regisztrálni és jelentkezni egy ilyen oktatóképzésre. Ez egy kétnapos oktatás, ahol elsajátítjuk magát az alaplépéseket, a merengének, a szalszának, a bacsátának az alaplépéseit, a bemelegítés és a nyújtás fontosságára kitérve különböző koreográfiákat tanulunk, és akkor utána már, hogyha ez megvan, akkor oktatóvá vált valaki. Ez egy dolog, hogy megcsináljuk magát az oktatást, amiért kétnapos, utána, hogyha az intagsággal rendelkezik az ember, ami ugye kötelező ahhoz, hogy valaki hivatalos oktató legyen, havonta, két havonta kapjuk DVD-n, vagy most már online formátumban magukat a hivatalos zumba koreográfiákat, zumba zenével, rajta a nyújtások, bemelegítések és a legjobb zenékre, a legújabb zenékre koreográfiákat, kész koreográfiákat. Van, amelyik DVD anyagon maga a Bétó Perez, a zumba kitalálója, képviselője, és a mi főnökünk látható valamikor, meg különböző koreográfusok kidolgozott, és teljes mindenfajta kritériumnak megfelelő koreográfiák találhatók ezeken az anyagokon. Az egyéniségedet, mint oktató bele tudja vinni a koreográfiába? Természetesen. Tehát mindenki beleadja ugye a saját egyéniségét, sőt, vannak saját koreográfiáim is, tehát hál' Istennek enged teret nekünk maga a zumba, hogy ha van egy olyan zene, ami nekünk megtetszik, arra csináljunk saját koreográfiát, vagy éppen azt a koreográfiát, amit ők kitaláltak, egy kicsikét átgyúrjuk, persze azért vigyázva arra, hogy felismerhetőek legyenek magának ennek a fitnesságnak a stílusjegyei. Instruktorként igyekszem úgy a programot összeállítani. Ne legyen egymás után 4 szalsza és 4 reggaeton, tehát hanem változatos legyen, tehát a bemelegítés utána legyen egy kis ráhangolódás, ami a bemelegítéshez hasonló, de ugyanakkor már tartalmaz táncos elemeket, aztán szalsza, reggaeton, merenge, kumbia, bangra, és az összes egyéb tánc, amihez éppen kedvem van, beleértve például a végén a rockiba, aztán a végén van egy ilyen nagyon lájtos tánc, például egy bachata, és a nyújtás előtt, ugye ráhangolódás a nyújtásra, és a végén a nyújtással lenyújtunk, és elbúcsúzunk fájó szívvel a többiektől.